Holoda Attila a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kedves, jó estét kívánok. Én nem igazán értek ahhoz, hogy hogyan kell, és milyen finoman fogalmaztam, hogy hogyan kell hosszú távú gázszerződéseket kötni Oroszországgal, vagy bármely más országgal. Sose kötöttem még ilyet, és nagy valószínűséggel nem is fogok. De az, amit az energetikai államtitkár mondott, miszerint már gyakorlatilag, és fogalmazott, ráutaló magatartással Magyarország meghosszabbította az Oroszországgal 20 éve kötött hosszú távú gázszerződést, az ön szerint mit jelent? Hogy lehet szerződést hosszabbítani ráutaló magatartással? Így vagy hogy? Hát én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsétlen megfogalmazás volt az államtitkár úr részéről, ami azért is érdekes, mert ő egy jogi végzettségű ember, pontosan tudja, hogy hosszú távú gazdasági szerződéseket, kereskedelmi szerződéseket ráutaló magatartással nem kötünk. Persze a polgári életben vannak ilyen ráutaló magatartással. De ez a mondat, ez nem egy elszólás volt, vagy bizonyos értelemben akár az is lehetett volna, de azért ennek van jelentéstartalma, tehát lehet, hogy nem pontos, nem szavatos, nyilván nem úgy kötünk szerződést, hogy kell az még nekünk újabb 20 évre, lehet, hogy a formalitása nincs még meg, de számomra ez a mondat azért valami olyasmit jelent, hogy gyakorlatilag már megegyeztünk. Igen, úgy tűnik ebből az elszólásból, hogy egyfajta megegyezés történt. Hát nyilvánvaló egyébként, hogy amikor kiderült, hogy jön most a Putyin ide tárgyalni, és a gázszerződés is esetleg téma lehet, akkor elővették ezt, és hosszasan boncolgatva és hosszasan elemezgetve, valószínű, hogy sokan dolgoztak ezen a hosszú távú szerződésen. Az biztos, nem sokan kötöttek még itt az oroszok a hosszú távú szerződést. Ez a szerződés valamikor még a MOL kötötte, utána került át az E.ON-hoz, majd az E.ON-tól az MBM-hez. Az jól látszik, és azóta azért, mert nyilván kormányzati források is több esetben elismerték, hogy az előzetesen bezengett, kell nekünk a rezsicsökkentés miatt, és ennélkül nem lesz gázellátásunk, érvrendszer, ez azért megdőlt, hiszen pontosan tudja mindenki, hogy jelentős mennyiségű gáz nem vettünk át az elmúlt időszakban. És nagyjából ezt tényleg le is hívhatjuk később? Nem, ezt nem le is hívhatjuk, ezt nekünk kötelességünk lehívni. Ja, tehát a megállapodásnak az a része, ez nem arról szól, hogy milyen nagyszerű dolog, mert ezzel még élhetünk, hanem ezt nekünk le kell hívni az oroszokkal történt megállapodás értelmében. A T-Corp-ból úgy faroltunk ki, hogy nem kellett kifizetnünk, de nem is vettük át, ugyanakkor kötelezettséget vállaltunk, hogy az átnevett mennyiség bizonyos szorzóval emelt mennyiségét, tehát egy olyan 1,3-1,4 szeresét át fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy 2020 végéig, 2021-ig nekünk nem kell ezzel foglalkozni, mert az a mennyiség bőven kitart. 2020-ig megvan a gáz? Igen, hát akkor ugye gondoljunk bele. Miért van itt Putyin? Hát nyilván nem a gázért jött, és ezt azért valamennyien tudjuk. Hát majd azon azért, tehát érdemes elgondolkodni, hogyha még a gázszerződés miatt jött is volna, miért Vlagyimir Putyinnak és Orbán Viktornak kéne egy ilyet aláírni? Tehát nem a Gazprom és az MVM vezetőjének? Ez egy nagyon jogos kérdés. Természetesen vállalatok szerződnek egy ilyenre, aki elad, illetve aki vásárol. A Gazprom és az MVM közötti szerződésről van szó. Ennek nagyon sokszor szoktak ilyen politikai nyomatékot adni, hogy mondjuk miniszterelnökök ott vannak és bábáskodnak egy ilyen szerződés aláírásnál, de nem ők írják alá ezt a dolgot, ez inkább szimbolikus jelentőségű. Az, hogy ez nálunk ennyire élesen így előjött, ez egyértelműen annak következhető be, vagy abból következik, hogy mindig is szerette a miniszterelnök úr azt elővezetni, hogy ezeket az energetikai kérdéseket ő személyesen oldja meg. Az MBM és az összes cég, aki ebbe szerepel, az gyakorlatilag inkább csak egy ilyen... Hoztam nektek gázt? Igen, hoztam nektek gáz kategória, majd én megegyeztem a Putyin úrral, és akkor ti meg nyugodtan aláírhatjátok. Tehát először is van 2020-ig gáz, mert amit nem nagyságrendileg, igen. Nagyságrendileg, azt le kell hívnunk. Kettő, azért ezt nem elnökök szokták aláírni, hanem a cégvezetők. Három, az meg már nem is tudom, mi akármit is kitalálhatunk, tehát mondjuk a tatárföldi, tehát ebből a csomagból, amit eddig hallottunk, de tehát nem teljes hivatalos közlésként, tehát mondjuk a tatárföldi konzulátus ról szóló egyességet sem ilyen szinten szokták aláírni. Paks 4, tehát most számtalan, tehát azért mondom, hogy akármi is lehet a 3 meg a 4, Paks ügyében gyakorlatilag már nincs mit aláírni, mert mindenben megegyeztek, nem? Igen, ezt meg is erősítette a külügyminiszter tegnap, ugye erről beszélt, hogy gyakorlatilag itt maximum rátekintés lesz arra vonatkozóan, hogy a paksi ütemterv szerint alakulnak-e a már megkötött szerződés dolgai. De azért visszakanyarodnék egy nagyon picit a gázszerződéshez. A gázszerződésben főleg egy hosszú távúban három lényeges elem van. Az egyik a mennyiség, a másik az ár, a harmadik a rugalmasság. Itt amiről lehet tárgyalni, az mondjuk az ár.
És ebből a szempontból el tudom képzelni, hogy ez valamennyire illeszkedik ténylegesen a rezsicsökkentés elképzeléséhez, hogy valami fajta átcsökkentés sikerüljön elérni, de ez elsősorban a nem... A 2020-ig tartó, tehát a... Már ebbe a... Így van, tehát már ebbe a még érvényes hívnunk, ciklus hogy az során. Ugye elég régóta az európai kereskedő cégek is nagy nyomás alatt tartják az oroszokat, hogy ezt az egészen rugalmatlan olajárbázisú gázár formulájukban engedjenek valamit, és közelítsenek az európai gáz árazáshoz. Ebben, hogyha engednek valamennyit is az oroszok, megtehetik egyébként, akár politikai indítatásból, és ennek van jelentősége a Putyin és az Orbán tárgyalásain, akkor elképzelhető, hogy sikerül ezen valami fajta olyan engedményt elérni, aminek aztán utána elő lehet ezt nyugodtan vezetni, hogy a rezsicsökkentést ennek eredményeképpen tudjuk tovább folytatni, de azért alapvetően nem kormányfők és nem államfők szoktak ilyen szerződésekről tárgyalni, mint ahogy az eredeti szerződésről sem ezek tárgyaltak. Közben nézem a képet, és hát ahányan jönnek, mennek ott, már röszkéig elértek volna, hogy gyalogoltak. Kovács Zoltán is megjelent a színen, tehát nem tudom, hogy mi ez a sürgés forgás, nyilván ilyenkor nagy, sok munka van, nem tudom mi. Közelednek a főnökök. Én is azt gondolom, Kovács Zoltán minden esetre már megérkezett, gondolom, hogy ő fogja majd felvezetni azt, hogy rövidesen sajtótájékoztató, vagy bemutatja a feleket, hogy valami ilyesmi feladata lesz, mint szóvivőnek, egészen biztos. Természetesen, ahogy a két főszereplő, Putyin elnök és Orbán elnök megérkezik, akkor azonnal kapcsolunk a parlamentbe, addig megláthatják önök is a készülődés percét, hogy rövidesen megtudjuk majd, hogy miről lesz szó. Az árcsökkenés, vagy csökkentés egy fontos kérdés, mert hogy azért 20 évvel ezelőtt, még ha valamennyire változó paraméterű árakról is megegyezni, az nyilván egy nem azt mondom, hogy merészség, de hát senki nem lát a... Azért annyiban nem volt merészség, hogy a mindenkori olajárhoz kötötte. Ugye ez volt az oroszoknak a klasszikus formulája, és ez egy ilyen 9 hónapos késletetéssel követte az olajárat. Annak hát idején volt ennek műszaki indoka, de már régen, nagyjából a 2005-2007 környékén az európai árazás az átállt egyfajta önálló árazásra, ami leszakadt az olajáról, és ezt a fajta követést az oroszok eddig mereven elutasították. Hogyha ebbe sikerül valami fajta engedményt elérni, akkor abból lehet valamilyen haszon. Egyáltalán biztos, hogy ez a haszon az MBM-nél fog lecsapódni, de könnyen elképzelhető, hogy valakik valahol, gázkereskedők hozzájuthatnak olyan orosz gázhoz, aminek az ára sokkal kedvezőbb lesz, mint a jelenlegi hosszú távú szerződésből leírható gáznak az ára. Holnap nem alakítunk egy ilyen gázkereskedő céget? Azt hiszem, nem lennénk sikeresek, mert kell hozzá egyértelműen valami fajta támogatás, hogy legalább a kapacitásokhoz hozzáférjünk. Na jó, ennek utána járok. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a meghívást.